A Mercado egy 2-től 4 főig játszható társasjáték, amelyben a játékosok gazdagpolgárokként arra törekszenek, hogy növeljék a hírnevüket a társadalomban, ezt különleges áruk vásárlásával igyekeznek elérni, és bár a piacra egy egész zsáknyi érmével érkeznek, azok közé némi hamis pénz is keveredett. A doboz tartalmaz magyar játékszabály, egy kétoldalas ponttáblát, kiváltságlapkákat, pénzérméket, pontjelölőket, és startlapkát, pecséteket, 24 darab értékes árulapkát, 12 darab varázslatos illatlapkát, 2 piaclapkát, 4 polgártáblát és 4 darab húzózsákot. Válogassuk szét a lapkákat hátlapjuk alapján. Az értékes árukat, illetve a varázslatos illatokat keverjük meg. A 2 piaclapkát helyezzük egymás fölé. Melléjük fordítsunk fel 2 varázslatos illatlapkát, azok mellé pedig 4 értékes árulapkát. A megmaradt lapkákat helyezzük a játéktér mellé. Fontos, hogy a lapkák ugyanolyan irányba álljanak, ugyanis a játékosok ezek alapján fogják körbeülni a játékteret, minden játékos válasz magának egy színt és magához veszi a polgárlapkát, és a játékosok úgy ülnek le, hogy a piros játékos a lapkákkal szemben, a zöld játékos a lapkák jobb oldalán, a kék a lapkák bal oldalán, a sárga pedig a lapkákkal szemben foglal helyet. A polgárlapkák két oldalasak, eldönthetjük, hogy férfi vagy női karakter legyen felül. Minden játékos kap egy színével megjelölt húzózsákot, egy pontjelölőt, egy pecsétet, 5 arany, 5 ezüst, 5 vörös, 5 türkíz, valamint 5 fekete érmét. A pontozó tábla két oldalas, az első játékhoz az A oldalt érdemes használni. Kerüljenek erre a kiváltságlapkák két lefele fordított pakliba, helyezzük ide a pecséteket, és a startlapka bármelyik mezőre felkerülhet, első játékhoz érdemes erre a fekete jelzőt tartalmazó, jobb felső sarokban lévő mezőre helyezni azt. Az a játékos kezd, akinek a legtöbb pénz van a zsebében, de természetesen a kezdőjátékos tetszőlegesen kiválasztható. Pontjelzőket helyezzük a startlapkára, egy oszlopba rendezve, úgy, hogy legfelül legyen a kezdőjátékos jelölője, alatt a sorban pedig az óramutató járásával megegyező irányba haladva a többi játékos jelölője. A pontozó tábla mellé képezünk egy készletet a fehér érmékből, ezek lesznek a jokerek, és ugyanígy képezünk egy készletet a pontozó tábla mellé a fekete érmékből, ezek a hamis pénzek. Minden játékos a 25 kapott érmét helyezze a húzózsákjába, és kezdődhet is a játék. A játék menete a kezdőjátékossal kezdve az óramutató járásával megegyező irányba zajlik, és a soron lévő játékos a lépések kezdetén kijátszhat egy kiváltságlapot, és végrehajtja az azon látható utasításokat, utána pedig 2 lehetséges akció közül egyet kell választania. Az egyik lehetőség, hogy érméket húz ki a zsákjából, és az árutáblák és a piactáblák mellé teszi azokat. A másik lehetőség pedig, hogy nem húz a zsákból, hanem majd a polgártábláján felhalmozott érméket visszateszi a zsákjába. Mivel a játék elején senki sem rendelkezik kiváltságlapkával, és a polgárlapkán sincs érme, így mindenféleképpen az első akció lehetőséget fogjuk választani, ez pedig az érmehúzás és lerakás. Ennek az akciónak a keretében a játékos 3 érmét húz a zsákból, és amennyiben rendelkezik ilyen pecséttel, dönthet arról, hogy azt beadja, és további 2 érmét húzhat ilyenkor a zsákból. Ez nem kötelező, és amennyiben több pecsétünk van, akkor is csak egy pecsét használható arra, hogy további 2 érmét húzhassunk. Tegyük fel, hogy ezt megtesszük, beadjuk ezt a pecsétet, és húzunk még 2 érmét. A húzás után minden fekete érmét a polgárlapkára kell helyezni, ugyanis a fekete érmék hamis pénzek, így azokkal nem fizethetünk sehol sem, így félre kell tennünk őket. A többi érmét a játékos leteheti egy vagy több árutábla, illetve piactábla mellé, és ha tud, akkor legalább egy érmét le is kell tennie. Az összes olyan érmét, amit a játékos nem tud vagy nem akar letenni, a lépése végén visszadobja a zsákba. Tehát legalább egyet kötelező valahova rakni, de akár mind is kirakható. Amit viszont nem tudunk vagy nem akarunk lerakni, visszakerül a zsákba, azonban a fekete érmék nem, azok itt maradnak a polgárlapkán. Minden lapka 4 oldalán a játékosok színével megegyező jelölések vannak, és a lapkákhoz rakott pénzérmékről onnan fogjuk tudni, hogy kihez tartoznak, hogy a játékosok mindig a saját színű jelölésükhöz helyezik az érméiket. Megkülönböztetünk árulapkákat és piaclapkákat. Ezek az árulapkák a játék folyamán le fognak cserélődni, ez a 2 piaclapka azonban az egész játék folyamán elérhető lesz. További különbség, hogy az árulapkák költsége felüllátható, míg a piaclapkák költsége alul. A lapkákon olykor egyértelműen meghatározott a lapka költsége, itt például
két ezüst, vagy két vörös érem, vagy egy ezüst, egy vörös, egy arany, illetve egy türkiz érem. Más esetben azonban ilyen többszínű jelölés is látható. Ebben az esetben minden játékos szabadon dönthet, hogy milyen érmével fizeti ki ennek a lapkának a költségét, de ha nincs áthúzott egyenlőségi jel a szimbólumok között, akkor ezeknek az érméknek egyszínűeknek kell majd lenniük. Tehát a játékos dönthet arról, hogy milyen érmét helyez ehhez a lapkához, viszont utána minden érmének egyszínűnek kell lennie. Tehát ha a játékos úgy dönt, hogy türkizzel fizeti majd ezt ki, akkor ahhoz, hogy ezt a lapkát elvihesse, négy türkiznek kell majd itt szerepelnie. Attól, hogy ez a játékos türkizzel szeretné kifizetni ezt a lapkát, a többi játékos dönthet másképpen, és ők esetleg más érmével fizetnek majd. Amennyiben pedig áthúzott egyenlőségi jel van a szimbólumok között, akkor egyértelműen különböző színűeknek kell lenniük az érméknek, tehát ennek a lapkának a hatása akkor érvényesül majd, ha három különböző színű érmét helyezünk ide. Tegyük fel, az a játékos úgy dönt, hogy mind a három érmét ehhez az árulapkához rakja, ez nem lenne kötelező, a három érmét akár három különböző lapkához is rakhatja, és fontos, hogy nem kötelező egy körben kifizetni a teljes költséget, ezek az érmék a játékos köre után itt maradnak, és a következő körben lehetőség lesz arra, hogy esetleg a negyedik érmét is befizesse. A tőle balról a játékoson a sor. Ő is húz három érmét a húzózsákjából, ha szeretné, beadhatja a pecsétet, hogy újabb kettőt húzzon. A fekete érméket rárakja a polgár lapkájára, és legalább egy érmét valamelyik lapkához helyez a lapkának a saját oldalára. Az esetlegesen megmaradt érméket visszahelyezi a zsákba, de a polgár lapkán lévőket semmiféleképpen sem, és a tőle balról ő játékoson a sor. Tegyük fel, néhány kör múlva ez a helyzet, újra ezen a játékoson a sor, húz a zsákjából három érmét, ezt maga elé helyezi, nincs pecsétje, így nem tud újabb két érmét húzni. Ebből a három érméből pedig legalább egyet felhelyez. Mondjuk ezt felhelyezi ide, ezt felhelyezi ide, ez pedig ide. Ha pedig egy játékos a köre végén egy vagy akár több költséget is sikeresen kifizetett, akkor a köre végén egymás után egyesével értékeli ezeket a lapkákat. Fontos, hogy minden lapka kiértékelése akkor történik meg, amikor egyetlen játékos oldalán a teljes költség összegyűlik, tehát a lapka költségét, amikor egyetlen játékos ki tudja fizetni, akkor kiértékelése kerül. Egyrészt a lapkát megvásároló játékos annyi győzelmi pontot kap, amennyi a lapka jobb felső sarkában látható, azaz a pontozó táblán ennyit lép előre. Ez 4 győzelmi pont, tehát 1, 2, 3, 4-et lép ez a játékos. Ha a lapka körül más játékosnak is van érméje, akkor közülük az kap egy pecsétet, aki a második legtöbb érmét rakta ide. Jelen esetben csak a zöld játékosnak van itt érméje, ezért ő egy pecsétet kap, de a más játékosnak is lett volna itt érméje, akkor közülük csak az kap pecsétet, aki több érmével rendelkezik, ha pedig többen is ugyanannyi érmével rendelkeznek, akkor minden érintett játékos megkapja az egy pecsétet. Tehát így a zöld is, meg a sárga is kapna egy-egy pecsétet. Az a játékos, aki sikeresen megvásárolta ezt az árut, az érméit elveszi onnan, és a polgár lapkájára helyezi. Ha ezek között fehér érme is volt, az nem a polgár lapkára kerül, hanem a közös készletbe vissza. Majd a többi játékos is visszakapja az érméit, de ezek nem a polgár lapkájukra kerülnek, hanem a zsákjukba tehetik vissza. Tehát a zöld játékos ezt a két érmét visszahelyezheti a zsákjába. Amikor az áru elkel, akkor a lapka dobópakliba kerül, és a típusnak megfelelő pakliból egy újabb lapkát kell felfordítani, és azt az üres helyre kell helyezni. Erre a négy helyre az értékes árulapkák kerülnek fel, ide pedig a varázslatos illatok. Ennek a játékosok a köre végén nem csak ez az árulapka kerül kiértékelésre, hanem itt ez a piaclapka is, hiszen sikeresen összejött a megfelelő mennyiségű érme. Az aktív játékos ezeket az érméket a polgárlapkájára helyezi, és cserébe egy joker érmét kap, azaz egy fehéret a készletből. Ez a villámjelölés azt mutatja, hogy ezt a joker érmét azonnal le kell helyeznie egy lapkához, és mivel a fehér joker érme bármilyen szint helyettesíthet, ez gyakorlatilag bárhova lerakható, és elképzelhető, hogy ezáltal egy újabb értékelésre kerül sor, hiszen ez a játékos, ha ezt a fehér érmét vagy ide, vagy ide, vagy ide helyezi, akkor mindenhol összejöhet a teljes költség. Fontos, hogy a két piasztábla sohasem kerül ki a játékból, és a jobb felső sarokban látható jelölés azt mutatja, hogy a többi lapkával ellentétben itt a második legtöbb érmével rendelkező játékos nem kap pecsétet. Továbbá a többi játékos nem veszi vissza a lapkák melletti érméket, azok a piasztáblák esetében ott maradnak. A másik piasztáblának a hatása, hogy három különböző érme befizetésével egy kiváltság lapka vehető el innen, azt a játékos megnézi, majd lefordítva maga elé helyezi,
és egy játékosnak akár több kiváltságlapkája is lehet, és bármelyik kör elején egy nálunk lévő kiváltságlapka aktiválható, ilyenkor végre kell hajtani a hatást, a lapkát pedig el kell dobni. Ennek a lapkának a megnyerésével ez a két érme visszakerül a polgárlapkára, a fehér érmét vissza kell helyezni a közös készletbe. Ez a lapka ugyan nem egy győzelmi pontot, de egyéb hatásai vannak. Ez a játékos kap egy pecsétet, egy kiváltságlapkát. Ez a jelölés pedig azt mutatja, hogy a többi játékos nem kap pecsétet, tehát a sárga játékos hiába rendelkezik itt a második legtöbb érmével, nem kaphat pecsétet, és amennyiben a többi játékos rendelkezik kiváltságlapkával, be kell adniuk egyet. A sárga játékos tehát nem kap pecsétet, de a két érmét visszahelyezi a zsákjába. A hatások végrehajtása után a lapka a dobópakliba kerül, és egy újabb varázslatos illat kerül ide. Így tehát a zsákból fogynak az érméink, azok a különböző lapkák mellett vannak, illetve polgárlapkánkon halmozódnak fel. Így előbb-utóbb a két akció lehetőség közül a másik is értelmet nyer, amennyiben egy játékosnak háromnál kevesebb érme van a zsákjában, mindenféleképpen ezt a második akciót kell, hogy válassza. Ha akarunk, szintén aktiválunk egy nálunk lévő kiváltságlapkát, utána pedig nem érméket húzunk a zsákból, hanem a polgárlapkánkon lévő összes érmét beszórjuk a zsákunkba. Ezzel az akciónknak és egyben a körünknek vége. A különböző lapkákon más-más jelölések vannak. Itt például a győzelmi pont helyett kérdőjel van. Ennek kifizetésekor, ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mennyi győzelmi pontot szereztünk, fel kell fordítani az értékes áru pakliának legfelső lapkáját, és az ott látható pontszámot kapja meg a játékos. Azaz ennyit kell előre lépnie a pontozó táblán. Az így felforított lapka a dobópakliba kerül. Az ebben a mezőben szereplő 1, 2, 3, 4 jelölés azt jelzi, hogy az ezt a lapkát kifizető játékos a pontozó táblán elfoglalt pozíciója alapján kap pontot. Ha ő áll legelül, akkor 1 pontot kap, ha a második helyen, akkor 2 pontot, ha a harmadik helyen 3 pontot, ha pedig ő az utolsó, akkor 4 pontot kap. A győzelmi pontok alatt látható jelölésekről pedig van egy összefoglaló a szabálykönyvben. Fehér érme esetében a játékos egy Joker érmét kap a közös készletből, amit a zsákjába tesz. Fekete érménél szintén ugyanez a helyzet, egy hamis pénzt kap a közös készletből, és azt a zsákjába teszi a játékos. Az áthúzott fekete érménél a játékos a zsákjából kivehet egy fekete érmét, és azt a közös készletbe helyezi. Ha pedig a zsákjában nincs fekete érme, akkor a polgárlapkájáról vehet le egy fekete érmét, és azt helyezi a közös készletbe. Ezzel kiváltságlapka vehető el, ezzel pecsét, ezzel pedig egy újabb kört nyer a játékos, azaz a körének a befejezése után azonnal újra sorra kerül. Ez egy teljes értékű kör, tehát az elején kiváltságlapka érvényesíthető, bármelyik akció választható, és érmehúzásnál akár pecsét is beadható újabb két érmehúzása érdekében. A pontozó táblán a jelölők az óramutató járásával megegyező irányba haladnak, és ha egy pont lelépésekor olyan mezőre érkezünk, ahol valamilyen szimbólum látható, akkor a szimbólum akcióját végre kell hajtani. Itt például további 3 győzelmi pont kapható, tehát rögtön lelépünk még 3-at. Itt megszabadulhatunk fekete érméktől, itt fehér érmét kapunk a zsákba. Ugyanakkor arra figyelnünk kell, hogy amennyiben egy mező már le van takarva egy másik játékos jelölője által, akkor arra lépve nem érvényesíthetjük a mező szimbólumát. Az is fontos, hogy kiváltságlapka érvényesítésekor itt például egy fehér érmét kapunk a zsákba, és egyet léphetünk. Nem kötelező érvényesíteni a szabad mező szimbólumát. Itt természetesen érdemes, de például itt állunk, és érvényesítjük az egy győzelmi pontot, azaz egyet lépünk előre. Ezzel fekete érmét kapnánk, ezt pedig nem szeretnénk. Így ha úgy lépünk egy szabad mezőre, amely szimbólumot tartalmaz, hogy azt kiváltságlapka segítségével tettük, dönthetünk úgy, hogy a mező szimbólumát nem érvényesítjük. A pontozósávon pedig, amint egy játékos rálép, vagy túlhalad a startjelölőn, akkor a megkezdett kört még végig kell játszani, azaz mindenki ugyanannyiszor kerül sorra. Tehát ha a piros volt a kezdőjátékos, és a sárga a startlapkára lépett, vagy azon áthaladt, ezzel aktiválva a játék végét, akkor még a zöld játékos sorra kerül, de a kezdőjátékos már nem, és a játék végén a kezdőjátékostól kiindulva minden játékos egy pontot kap a fel nem használt pecséteiért és a fel nem használt lapkákon látható győzelmi pontokért. A kiváltságlapkákon lévő szimbólumokat, illetve a startlapka mögötti szimbólumokat már nem vehetjük figyelembe. Amikor ezzel mindenki megvan, az lesz a nyertes, akinek a pontjelzője az első helyen áll. Egyezőség esetén az a játékos nyer, akinek a pontjelzője felül van. A pontozó tábla B oldalán egyéb jelölések is láthatók. Ne felejtjük, hogy a startlapka bárhova felkerülhet, tehát minden játékban más mezőről indulhatunk. És itt vannak olyan jelölések is, amelyek csak a többi játékost érintik. Például itt minden más játékos elvesz a készletből egy fekete érmét, és azt a zsákjába helyezi. Ezekre a mezőkre azonban jó esélye nem szeretnénk lépni.
Ugyanis ilyenkor az összes többi játékos egy-egy fehér érmét helyezhet a zsákjába, mi viszont nem. A Mercado egy könnyed, gyors, rövid játékidejű társas. A lapkákért való versengés és a pontozó tábla különböző lehetőségeinek okos kihasználása érdekes, izgalmas játékélményt ígér.